Szép jó napot kívánok mindenkinek! Ma egy olyan témát hoztunk nektek, ami nem más, mint az élelmiszer címkék. Ezzel kapcsolatban szeretnék egy pár információt átadni nektek. Egy pár olyan hasznos információt, amit akár a bevásárlás során jól tudtok alkalmazni, akár mondjuk egy-egy étrend összeállításánál könnyebbséget jelent, hogyha tudjátok, hogy mit, hol kell nézni az élelmiszerek címkéjén. Ugye kötelező elemeket kell tartalmaznia, ez erősen szabályozott itthon. Fel kell tüntetni a gyártót, a forgalmazót, a származási helyét az adott terméknek. Ugye az összetevőket mindenféleképpen tartalmaznia kell, és a tápérték jelölése elengedhetetlen. Az élelmiszer nevét pontosan meg kell adni, ugye itt különböző szabályok alapján lehet egy-egy élelmiszert elnevezni, itt nagyban függ az összetevőtől is, hogy milyen nevet lehet adni. Egy felhasználási útmutatót, valamint tárolási-felhasználási feltételeket is tartalmaznia kell magának a címkének, illetve a termék csomagolásának, a minőség megőrzési időt és az allergéneket is, amennyiben tartalmaz. Most egy kicsit részletesebben végignézve, ugye az élelmiszer neve, hogy jól beazonosítható legyen a termék, az elengedhetetlen. Itt fantázia nevet nem muszáj, ez egy választható kategória, inkább az információ tartalma legyen nagy, mint hogy a fantázia neve előtérbe kerüljön. Aztán fel kell tüntetni, hogy sugárkezelt vagy ionizáló energiával kezelt termékről van-e szó. Nagyon fontos információ, hogy mennyi a genetikailag módosított összetevője az adott terméknek, amennyiben 0,9%-nál ez több, akkor mindenféleképpen ezt a jelzést rá kell tenni. A terméknél, amennyiben védőgázos csomagolásban van, ezt rá kell írni, valamint azt is, hogy milyen az élelmiszernek a fizikai állapota, hogy gyors fagyasztott, szeletelt, sűrített, vagy éppen milyen állaga van. Ahogy említettem, az összetevőknek is jelen kell lenni. Itt erre részletesen ki fogok térni, hogy az összetevőknek a listája, illetve sorrendisége az meghatározott, hogy hogyan kerülnek feltüntetésre, erről hamarosan még beszélni fogok. A húsoknál azt, hogy milyen állatfajtából készül, mindenféleképpen fontos feltüntetni. Az adalékanyagok, illetve különböző aromáknak a feltüntetése is nagyon fontos. Amennyiben koffein tartalmaz a termék, akkor ezt ki kell emelni rajta. A koffeinnél, hogyha 150 mg per liternél több koffein tartalmaz az adott ital, akkor mindenféleképpen rá kell írni, hogy magas koffein tartalma van. Ugye az allergének közé soroljuk a gluténtejet, halat, szóját, diót, zellert, leginkább ezek a legelterjedtebbek. Az összetevőknél ezeket az allergizáló összetevőket is egyértelműen jelezni kell. A zsírtartalomnál ez is egy fontos információ, mondjuk a húsoknál szokott vagy feltüntetve lenni, vagy különböző tejtermékeknél, hogy mi az adott termék zsírtartalma, itt általában százalékos formában szokták ezt megadni. Az, hogy mennyi a nettó mennyisége az adott terméknek, ez is egy elengedhetetlen információ, de ugyanez mondható el a minőség megőrzési időről is, illetve hogy hogyan kell tárolni az adott terméket. A beazonosíthatóság annak, hogy hol állították elő, illetve ki forgalmazza, ez is egy lényeges információ minden egyes címkén. De akkor nézzük egy kicsit részletesebben. Ugye a kalória minden esetben fel van tüntetve minden terméken,
Hát ez mit is jelöl? Ugye ez az az energia, amit a táplálkozással beviszünk a szervezetbe, ennek a szükségessége minden embernél más és más, függ attól, hogy milyen fizikai megterhelésnek van kitéve, illetve mi az alapanyag cseréje, ezt egyénre szabottan akár ki is lehet számolni. És nagy segítség, ugye, aki mondjuk testsúlycsökkentő programba vesz részt, hogy minden terméken megtalálható a kalóriatartalom, így könnyedén tudja magának számolni ezeket a kalóriákat. Általában kilojoule-ban vagy kilokalóriában vannak ezek feltüntetve, és sokan azzal kapcsolatban tévhitben vannak, hogy miből is adódik össze ez a kalóriatartalom. Egy tévhit, hogy csak a zsíroknak, illetve a szénhidrát tartalomnak van egy bizonyos energiatartalma. Hát ez nem így van, bizony minden egyes összetevője a terméknek energiát ad hozzá, és ezek összeadásával alakul ki a teljes kalóriaértéke az adott terméknek. Egyedül, aminek nincsen kalóriatartalma, az a víz, valamint a különböző ásványi anyagok és vitaminok. A neten többféle kalóriatáblázatot lehet találni, amelyek nem csak az energiát mutatják, általában a fehérje, zsír és szénhidrát tartalmát is feltüntetik az adott terméknek. Ezek a táblázatok teszik lehetővé, hogy valaki számogatni tudja ezeknek a mértékét abban az ételben, amit ő el szeretne készíteni. Na, de ezt az energiát hol is találjuk a címkéken? Általában a tápérték adatoknál a legelső sorban helyezkedik el, a 100 g termékre vonatkoztatva, illetve egy adag termékre vonatkoztatva lehet ezeket az értékeket elérni. Itt látjátok, hogy vagy kilojoule-ban, vagy kilokalóriában van feltüntetve. És itt jól látszik, hogy tovább menve az összetevőknél, ugye az, hogy mennyi a zsírtartalma, szénhidrát tartalma, fehérje és só tartalma az adott terméknek, ez mind-mind meg van adva, igazából gramban kifejezve, és ezekkel nagyon könnyedén lehet tájékozódni, hogyha valaki mondjuk úgy táplálkozik, hogy ezekre nagyon-nagyon tudatosan odafigyel. Akkor menjünk tovább az adalékanyagokra, mint szintén mondtam, hogy fontos feltüntetni. Na most ezek ilyen mumusoknak tekinthetők, bár az adalékanyagok között is vannak olyanok, amelyek bizony nem ártalmasak a szervezetre, és akkor egyből hoztam is egy találós kérdést ezzel kapcsolatban, hogy ti mire tippeltek, mely élelmiszerben találhatók meg a következő vegyületek. Ilyen az ecetsav, az antocianin, borostyánkősav, nikotinsav és a cisztin. Itt ugye csupa E számot látunk, és lehet, hogy sokan meg fogtok lepődni, de bizony ezek a vegyületek, képzeljétek el, az almában találhatók meg, több egyéb más vegyülettel is. Tehát nem mondható ki egyértelműen, hogy az E-számok azok mennyire egészségtelenek. Itt fontos kiemelni, hogy azért kerülendők azok a termékek, amelyek aromákat, különböző ízfokozókat, vagy nagyobb mennyiségű tartósítószert tartalmaznak. Ugye a szervezetünkre ez hosszú távon nagy mennyiségben fogyasztva nincsen jó hatással, viszont az E-számok között számtalan olyat találunk, ami egyébként a természetben is megtalálható. Például ilyen a C-vitamin, ugye az aszkorbinsav, ami az E300-as név alatt fut, vagy például a sütőpor is, mint nátriumhidrogénkarbonát jelenhet meg egy-egy összetevőnél, de itt hangsúlyoznám, hogy az ízfokozás, a színfokozás, az, hogy
különböző adalékok kerüljenek az élelmiszerekbe. Azt gondolom, hogy érdemes szem előtt tartani olyan szempontból, hogy minimálisra csökkenteni ezeknek a kész vagy félkész termékeknek a fogyasztását. Inkább arra buzdítanék mindenkit, hogy saját magának készítse el az ételeit otthon. A tartósítószerekre még egy kicsit rátérve, egyrészt van egy jó pár természetes tartósítószer, illetve amit még kiemelnék, hogy egyre korszerűbb tartósító módszerek vannak elérhető, egyre több módszer elérhető az élelmiszergyártásban. Például az üdítőknél sem tartósítószerrel történik ez a tartósítás, sokkal inkább egy modern változatot alkalmaznak. Sokszor a szénsav tartalom, ami ezt a tartósítást elvégzi, illetve az alacsony pH érték is ezt tudja szolgálni. De mondjuk a pasztőrizálás, amit kiemelnék, hogy az adott terméknek a 85-90 fokra történő felmelegítésével, vagy visszahűtésével ugye jól lehet csíramentesíteni ezeket a termékeket, így csomagolni, ezáltal elősegíteni azt, hogy tartósak maradjanak. Egy kicsit beszélnék arról, hogy mi is az az ADI. Ugye az e-számokról már volt szó az előzőekben, itt ezek általában be vannak vizsgálva, azok kerülhetnek fel az e-szám listára, amelyek biztonságosnak tekinthetők. Az ADI érték az az, ami egy napi megengedett bevitel ezeknél az e-számoknál, amelyek még biztonságosan elfogyasztható mértéket képviselnek. Ez mindegyiknél más és más. Ugye értelemszerű, hogy túlzott fogyasztásukkal, gyakori és nagy mennyiségű fogyasztásukkal azért ezeket az értékeket át lehet lépni, és ekkor mondható az, hogy a szervezetre akár káros hatással is bírhatnak. Aztán egy nagyon fontos kiemelt összetevő ez a cukor. Ugye manapság már azért azt lehet látni, hogy a legtöbb ember próbálja minimalizálni a cukornak a fogyasztását. Itt fontos kiemelni, hogy nagyon sok esetben már a termékek, amiket a boltokban megtalálunk, alapból tartalmaznak hozzáadott cukrot, tehát akkor is kerül be a szervezetünkbe, hogyha mi pluszban az ételeinkhez nem teszünk. Itt nem emelnék ki különböző termékeket, de érdemes emiatt is átnézni a címkéket, hiszen sokszor találkozunk olyan termékekben is cukorral, amiről nem gondolnánk. Ez is alátámasztja egyébként azt, hogy érdemes minél több dolgot magunknak elkészíteni, így biztosan tudjuk, hogy milyen összetevők találhatók meg benne. Az édesítő szerek ugye nagyon sokféle kapható már a piacon, amelyek energiamentesek. Nem is nagyon szeretnék rá kitérni, hiszen ez egy elég bő téma, és hogy erről külön érdemes lenne beszélgetni, hogy melyek azok a termékek, amelyekkel jól lehet helyettesíteni a cukrot. Azt emelném ki ezen a téren, hogy amennyiben ilyen termékeket használunk, akkor nagy mértékben tudjuk csökkenteni a teljes energia és szénhidrát bevitelt, amellyel ki tudjuk küszöbölni az esetleges túlsúlynak a kialakulását, vagyis a testtömegkontrollban szerepet játszik, hogy cukorral édesítünk-e, vagy pedig egyéb más, és hozzátenném természetes édesítőszerekkel. Itt is azért a mesterséges édesítőszerek nagy mértékben kerülendők, hiszen a szervezetre hosszú távon nem biztos, hogy jó hatással vannak. Aztán visszatérve az élelmiszer címkékre, az összetevőknél, ugye
Minden élelmiszerben valamilyen mennyiségben megtalálható víz. Van benne szárazanyagtartalom, tápanyag és különböző alaptápanyagok, mint a fehérje, szénhidrát, zsír, különböző vitaminok, ásványi anyagok, és ezek után az egyebek, amik még felsorolásra kerülhetnek az összetevőknél. Egy-egy termék összetevőjénél, ugye mondtam, hogy erre még vissza fogok térni, mindig az kerül az első helyen felsorolásra, amiből a legtöbbet tartalmaz. Ennél a terméknél például csirkehúsból 84% található benne, ez adja ki a térfogatának a legtöbbjét, tehát ez került első helyre, míg van olyan termék, amelynél látjuk, hogy nem a hústartalma jelenik meg az első helyen, hanem az ivóvíz, tehát ebből látszik, hogy ez nem egy magas hústartalmú készítmény, és itt hívnám fel a figyelmet az összetevők vizsgálatára, amikor mondjuk húskészítményeket, felvágottakat vásárolunk, hogy mi alapján döntsük el, hogy melyik az egészségünknek kedvező és melyik nem. Én azt javaslom, hogy minél magasabb a hústartalma ezeknek a termékeknek, annál inkább oda tudunk arra figyelni, hogy egészségesen étkezzünk, tehát érdemes azokat a termékeket keresni, amelyek első helyen a húst tartalmazzák, így egészen biztos, hogy abból tartalmaz a legtöbbet. Az allergének, amiről az elején már egy pár mondatot mondtam, ugye itt látjátok, hogy melyek a leggyakoribb allergizáló összetevők. Ugye ez azok számára, akik ebben a túlérzékenységben, vagy allergiában szenvednek, egy nagyon fontos információ, hiszen nagyon sok embernek ki kell zárni ezeket az alapanyagokat az étkezéséből, ezért ez számukra nagyon fontos információ, nagyon hasznos, és mindenféleképpen kiemelendő, hogy akár életet is tud menteni, hogy ezek az adatok felkerülnek az élelmiszer címkékre. Azt gondolom, ezek voltak a legfontosabb információk egy-egy élelmiszernek a címkéjével kapcsolatosan. Remélem, hogy sok hasznos információt kaptatok, és innentől kezdve a vásárlásoknál meg fogjátok nézni, hogy miket is tartalmaz az adott élelmiszer, amit szeretnétek venni. Kiemelném még egyszer, hogy az összetételre nagy hangsúlyt fektessetek, illetve a többi más információ is nagyon-nagyon hasznos lehet. Mindenkinek kívánok tudatos vásárlást ezzel a diasorral, és mindenkit arra buzdítanék, hogy az egészséges táplálkozást mindenféleképpen tűzze ki célul az életében. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok! Az online program a WECOP 7.2.2 kötőjel 17 kötőjel 2017 kötőjel 0004-es számú a Zuglói Lakosság Egészségfejlesztése című projekt keretein belül valósult meg. A videó készült Magyarország kormánya megbízásából, az Európai Unió támogatásával.